víz a fejedelem. A középkori Székesfehérváron sétálhattak azok, akik csatlakoztak a turista nap kíváncsiskodói közé. Szent István király. Földi Tamás ugyan szolnoki születésű, de több mint egy évtizede Székesfehérváron él, mégsem bánta meg, hogy részt vett a programon. Azt mondja, nagyon sok érdekességet tudott meg az egykori koronázó városról. Igazi élmény számára a tárlatvezetés. Érdekes történelmi áttekintés volt, érdekes eseményekhez fűződően, és igen, érdekes információ volt, amiről nap mint napot járunk el mellette, és számunkra is kiderült, hogy rengeteg híres királyunk van oda eltemetve. Turistáskodni azonban nem csak ebben a formában lehetett szombaton. A hajdani városban a képzeletbeli séta mellett igazi időutazásban is részük lehetett a járókelőknek. Nyomá a koronát a fenelémbernek fejébe! Élőképes krónika formájában kelt életre egy-egy városi legenda a Szabad Színház jóvoltából. Sokakat vonzott az életre keltett történelem. Ez a család például csak a legkisebb tag unszolására merészkedett közelebb a történésekhez. Igaz, csak egy előadás megtekintésére adtak engedélyt a gyermeknek, mégis mindenki végigkövette a különböző helyszíneket. Én amennyire nem akartam menni, már itt az előzőnél még meg is mulattam, tehát nagyon jó a társulat. A második alkalommal megrendezett történelmi kavalkád rendezvény sorozata ezen a hétvégén véget ért. Turista nap azonban lesz még idén, legközelebb szeptember 17-én várják az érdeklődőket.